Utcai fesztivált szervez a Kolozsvári Pukbáb Színház szeptember 15-e és 17-e között. A Wonder Puk gyerekek és szülők fesztiválját Kolozsvár főterén fogják megtartani. Ennek hivatalos megnyitója a jövő pénteken délután 3 órakor kezdődik. A Báb Színház magyar tagozata közben évadnyitó előadásának a próbáit tartja ezekben a napokban, és mindenről érdeklődünk a továbbiakban. Vendégeim a stúdióban Szent Irmai László, magyarországi rendező, vendégrendező, a Magyar Bábjátékos Egyesület alapítója és elnöke, és egyébként bábjátékos oktató, illetve Szarvadi Paul, a Puk Báb Színház magyar tagozatának a vezetője. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy eljöttek mindketten. Köszöntöm a nézőket. Kezdőcsókolom, köszöntöm én is a nézőket. Hát akkor elsőként erről az első évadnyitó előadásról érdeklődünk, amin éppen dolgoznak, és ahonnan elhívtuk, ugye elraboltuk a csapattól a rendező urat is. Annyit tudunk, hogy Szent László életéhez kapcsolódik ez a történet, a darab, és ugye nem véletlen, hogy idén Szent Lászlóval foglalkoznak évadnyitó előadásként ebben a Báb Színházban. Mi is arra törekszünk, hogy a lehető legtöbbet elmondjuk a közönségünknek Szent Lászlóról, és bizony sok a mondanival is jól meg kellett gondolni, hogy milyen szerkezetben nyújtsuk át a dolgokat. Akik eljönnek megnézni ezt az előadást, és az a jó, hogyha 5 évet már meghaladta az életkoruk, a fiatalabbak is beülnek és látják majd az előadást, de igazából ez a korosztály már, aki az óvodából kijött, az iskolába megy, vagy annál idősebb, vagy még idősebb, ő tudhat meg sok dolgot arról, ami a történelem. Ez egy kicsit történelem óra is lesz az elején, és a végén, a vége felé átmegyünk abba a világba, amelyik a legendáknak a világa, amelyik írva vagyon, olvasni is lehet róla, tehát hogy is van az, hogy egy hegy ketté nyílik. Ezt a Báb Színházban meg fogjuk csinálni, és reméljük, hogy el fogják nekünk hinni, hogy ez így lehetett. A Báb Színházból jövet tényleg úgy vagyunk, hogy hát a bábok még készülnek. Kaptunk egyet azért. Ő Géza, aki a sminkszobából jött, és a bátyja, barátjai jelenségei, a kunoka bezárólag egészen. Még ott vannak, hogy születnek, születőben vannak. Még egy kicsit tartsa, kérem, mert most fogjuk látni közelről is. Igen. És ennél nyilvánvalóan jobban kidolgozottak lesznek a dolgok, most csak azért hoztuk el ezt a figurát, hogy lehessen látni, hogy mire készülődünk. Ez egy papírszínház, megnagyítva, ez egy Góliát papírszínház. Úgyhogy senki ne azt gondolja, hogy most jól bemegyünk, és ottan bábok lesznek, hanem bábok lesznek, de ezeken a síneken, amelyeken vannak, másik sínpárok között mozogva, játszanak, mint ahogy annak idején az én gyerekkoromban, meg akár bármikor máskor is a korábbi időszakokban a gyerekek játszhattak. És ez a történet megelevenedik előttük, a szövegeket és a történeteket így közvetítjük nekik, kiváló zenével, Kötő Áronnak a munkáját dicséri, és egy rendkívüli jó munkálkodó együttessel, ami a Puk Báb Színháznak a csapata. Én magamról nem szeretnék hosszan beszélni, csak egy kis igazolást mondani, hogy mit keres itten egy ember, akit rendezőnek hívnak. Én dékán helyettesként tettem le a lantot a Sárospataki Tanítóképző Főiskolai Karon az egyetemen, és óvónőjelölteket, tanítójelölteket képeztem. A legfontosabb dolga a rajz, a népművészet és a bábjáték volt, mert a pedagógusok tudniuk kell ezeken a területeken jól mozogni. És útközben, hogy ezt én ne bocsinálta emberként csináljam, elvégeztem egy-két jobb iskolát, amelyeknek a végén elmondhatom magamról azt is, hogy bábjátékos oktató vagyok, mégpedig annyira, hogy mindent szabad csinálom, és okos is vagyok, ha nem csinálok mindent, ami nem színház, hanem csak az, ami megelőzi a színházat, a rendezés, bábkészítés. Remélem, hogy még néhány szó erejéig azért visszatérhetünk mindenre, de mondjuk el azt is, hogy mikor látható majd ez az előadás, amelynek a címe, megmaradt a munka címe, Szent László nem, élete? A cím az megváltozott, és a Szikla hitű Szent László lesz ennek az előadásnak a címe, és szeptember 30-ára van tervezve a bemutató, ez egy szombati nap, 11 órától. Természetesen lesz egy házi bemutatónk is pénteken, valószínű délután, késő este felé,
ahova a szakmát várjuk, és azokat a közeli barátainkat, akiket általában meg szoktunk hívni a bemutatóinkra, a házi bemutatóinkra, a sajtót. Ezt Értem. Csak azért teszük, hogy a szombati nap maradjon meg a gyermekeknek. Így van, így van. És akkor néhány szót még az új évadról, hadd tudjunk meg, milyen tervekkel kezdik. Hú, nagyon lendületesen kezdjük az évadot, és nagyon érdekesen alakul ez az idei évad, hiszen havi rendszerességgel lesz a Kolozsvári Puk Bábszínház magyar tagozatának egy-egy bemutató egészen januárig. Ez azt jelenti, hogy szeptember végén bemutatjuk ezt az előadást. Aztán október végén, ugyancsak 30-án a Sárkány Művek című előadást fogjuk bemutatni. Ez egy koprodukció, amit a Váróterem projekttel készítünk közösen. Ezt a polgármesteri hivatal által kiírt pályázat megnyerésével sikerült összehozni ezt az előadást. Ennek voltak előzményei, egy mesőpályázatot hirdetünk meg gyerekeknek, 9 és 13 év közötti gyermekeknek, azokból a meséből, amiket ők beküldtek, megszületett ez az előadás. És hogyha itt síkbábukat használunk, ott több bábtechnika is be lesz mutatva, ami többnyire látható lesz ebben az előadásban, és a legnagyobb részét lefedi, azok a tárgyanimációk. Aztán novemberben egy olyan előadást fogunk bemutatni, aminek az a címe, hogy az egér, amelyik nem ismeri a félelmet. Ez egy Grimm mese, és nagyon örülök annak, hogy Urmánci Jenő kollégánk, aki már bemutatkozott, mint rendező, és egy nagyon sikeres és egy nagyon szeretnivaló előadást rendezett, a Ha én lennék Mátyás király, újra úgy döntött, hogy rendez, és ez lesz november végén bemutatva. Aztán decemberben valószínű, hogy ez egy picit problémás hónap, ugye az ünnepek miatt, a vakációk miatt, de valamikor decemberben szeretnénk egy felolvasó színházi előadást összehozni, és aztán ugyanezt a szöveget, amit feldolgozunk ebbe a felolvasó színházi előadásba, majd januárban egy igazi nagy előadásban is megcsináljuk. Ez olyan, ami majd a felnőttekhez is szól? Nem, vagy a célpont továbbra is elsősorban a gyerekek? Még csak a gyerekeknek szóló előadásokról beszélek. Ez a decemberi projekt valójában négy dologból áll össze. A címe ennek a nagy projektnek az lesz, hogy Kolozsvári mesék. Zágonyi Balázsnak van egy nagyon szép mesekötete, amelyeknek ez a címe. És akkor valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy ebből szülessen ez a felolvasó színházi előadás. Értem. Aztán Varga Ibolya fogja megrendezni ennek ezt a gyermekeknek szóló előadást is, és ebből fog születni aztán egy olyan mesesorozat is, ami a felnőtteknek szól. És valószínű, hogy ez a meses... És ez már a jövő évnek a... Ez már, történet? Ez lehet, hogy már idén el fog indulni, annak függvényében, hogy ki mennyit próbál, és kinek mennyi munkája lesz a színészek közül. Hát mindenképpen figyelemmel követjük majd, de hadd beszéljünk egy kicsit akkor részletesebben arról a fesztiválról, amelynek ugye Kolozsvár főtere ad otthont, és amely a jövő hétvégén. Igen, péntek, szombat és vasárnap lesz az a három nap, amikor ez a Wanderpuk Fesztivál először mutatkozik be a kolozsvári közönségnek. Ha röviden kéne összefoglalni ezt a fesztivált, akkor azt mondanám, hogy ez egy gyermek összművészeti fesztivál, talán ez lenne a legjobb megfelelő, hiszen előadásokon kívül sok zenei program lesz, sok olyan sátor és olyan helyszín lesz kialakítva a főtéren, ahol a gyermekek különböző dolgokkal tudnak foglalkozni, többek között bábkészítéssel is és más érdekes dologgal. 15 órakor kezdődik pénteken, a szombati nap az reggel 10-től este 9-ig tart, és a vasárnapi nap pedig 15 óráig. Olyan hosszú a program, és annyi mindent tartalmaz, hogy inkább azt javasolnám azoknak, akik most nézik a tévét, hogy keressenek rá ezekre a dolgokra. Van egy internetes oldala is ennek a fesztiválnak, www.wanderpuk.eu, és természetesen a színház honlapján és a Facebook oldalain minden infót meg lehet találni. És nagyon sokféle rendezvény van, mi böngésztők, tehát nem csak bábszínházi előadások szerepelnek a programban. Jönnek művészek más településekről is, illetve nagyon érdekes, ott olvastam, hogy az iskoláknak is alkalmat adnak arra, hogy bemutatkozzanak. Igen, nagyon sok olyan iskola van Kolozsváron, ahol tanárok vagy külsős munkatársak diákszínházi csoportokkal foglalkoznak, és mi úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha ez alkalommal be tudnánk mutatni őket, és be tudnának mutatni. Akkor ők is bekapcsolódnak. Tehát kivonul a bábszínház az utcára. Igen. Mit szól ehhez Szent Irmai úr, akinek szintén van tapasztalata a fesztiválok szervezésében?
ennél okosabb gondolat talán nincs is, hogy ha nem mennek be az emberek mindig a színházba, akkor ki kell hozzájuk jönni. Az utcai rendezvények fél siker mindig. A másik az, hogy ez egy olyan műfaj, amelyik nincs jó helyzetben. Egy ideig rombolt a renoméját az, hogy azt hittek egy kis gyerekes semmiség, egy kis majomkodás pulyáknak való, és akkor az nem tud mit kezdeni. Pedig arról van szó, hogy aki a színház műfajnak ezt a változatát megismeri és megszereti, az olyan dolgokat megtudhat az emberről, az ember életéről, amelyeket az ember nem is tud bemutatni az ő színházában. Gildát azért nem okos leszúrni este, Szent Johannát nem okos dolog meggyújtani a mágián, mert holnap nem lesz, aki elénekelje, aki elmondja a szövegét. Ezt a bábszínház bármikor meg tudja csinálni. Van olyan dolog, amelyeket csak ezzel lehet közvetíteni, mert az anyag minden többet kibír, mint az emberi test. És mégis viszi magával a lelket. Na most, hogyha ezt elég korán megmutatják, elég korán összekapcsolják a gyerekekkel, az emberekkel, akkor akár hiszik, akár nem, a kedves nézők, meg mindenki, aki ezt hallja, lesz ember, aki majd meg fogja varni Gildának a ingét, amit nem lehet megvásárolni a szomszéd sarkon a kínainál. Mert ahhoz olyan emberekkelnek, hogy nyitottak a színházra, tudják, hogy mit kell csinálni, tudják, hogy miért csinálják, és ez irodalom, ez nyelv, ez képzőművészet, ez zene, ez minden együtt. És azért fontos, hogy a pedagógusok által folyamatosan ott legyen a gyerekek életében ez a ez így fajta igaz, ennél jobb pluszpoén nincs. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak, és sikeres nagyon munkát kívánok Önöknek. Én köszönöm. Kedves nézőink, hadd zárjuk ezt a beszélgetést egy korábbi összeállítással, amelyben bábszínházi előadást és bábmúzeum bemutatót is láthatnak. A mesebeli szegény legény Jemel Juska vizet merít a befagyott patakon vágott légből, és véletlenül kifogja a csoda csukát, aki varázsigére tanítja meg. Azon túl a legény minden vágya teljesül, de józansága nem engedi, hogy túlzásokba essen. Időközben a rettegett cáratyuska udvarában nagy a szomorúság, mert a sosem mosolygó cárkisasszony örökké csak sírdogál, és az uralkodó minden tekintélye és hatalma sem elég ahhoz, hogy valaki meg tudja vigasztalni, nevettetni. Mivel Jemel Juska nem hajlandó a cár parancsára az udvarba sietni, az uralkodó utána küldi a hadseregét. A furfangos legény sajátos módon védekezik az erőszak ellen, megtáncoltatja a katonákat. A kétségbe esett hadfiakon azonban megesik a szíve, és önként megy az udvarba kemence háton. Vigyél a cári udvarba! Ne bámészkodj! Utána! Gyertek utána! Vigyázz magadra, édes fiam! Vigyázz magadra! A csukától tanult varázsigével sikerül megtáncoltatnia és megnevettetnie a cár kisasszonyt, de a felkínált félúri méltóságot nem fogadja el. Ehelyett király kisasszonyostól kemencére pattan, és visszaviteti magát eredeti lakóhelyére, az erdőbe. Jemel Juska, milyen jó itt nálad, mindenütt csend, mindenütt hó, és ráadásul milyen, itt a dunyha, jó munka. Az ám, és a levegő is, milyen friss és illatú. Magizsák! Gyertek! Szia! Jemel Juska! Jemel Juska! Jemel Juska! Gyere, mondja! Mufa, ő kicsoda,
az őteni kutyitákhoz sosem mosolygó cár kisasszony. De most egyszerűen csak tárgya, és ő az egy mennyasszony. Mennyasszony. Gyertek, ismerkedjetek meg. Mókus Másenka! Tárgya vagyok. Az én nevem Méznyaló Kisa. Szervus. Na, bassza! Ott egy szerény, de kényelmes kunyhót varázsol maguknak, és boldogan élnek barátaik az erdő vadjai körében. Igen, akkor megkérdez. Jemelja, lesz-e lakoma? Lakoma, lakoma, lesz minden, amit csak kívánok. A csutaparancsára, az én királyságomra. Jelegél meg, jó lakoma! Na, hol a lakoma? Tizenegyedik alkalommal rendez a Báb Színház báb és díszlet kiállítást. Mi a különlegessége ennek az idejének? Mindig arra törekszünk, hogy a legfrissebb bemutatókat, illetve a felújított előadásokat hozzuk el, tehát olyan bábukat, amiket nemrég látott a közönség a színpadon. Idén olyan előadásokat is elővettünk, ami 10 éves, pont 10 évet tölt a Bubocska című előadásunk. Sajnos nem játsszuk, de remélem, hogy fel fogjuk újítani. Ez attól rendkívüli, hogy Orbán János Dénes Bubocska című ördögregényének a színpadi adaptációja, remek bábukkal és nagyon látványos díszlettervel. Hát ez benne a rendkívüli. Kik a mesterei ezeknek a báboknak, a létrehozó, alkotó mesterei? Hát a Bábszínházról azt is mondják, hogy életre keltett képzőművészet. Igazából itt látszik, mennyire fontos a képzőművész a Bábszínházban. Sokan egyenrangúnak tartják a rendezővel, hiszen ő teremti meg a szereplőket is. Nem az élő színész, hanem a díszlettervező, és ezáltal a színészek számára is ő határozza meg, hogy milyen lesz a karakter. A jelenleg kiállított tervezők, itt a Bubocska mellettem az Homonai Varga András munkája, nagyon fontos a szobrász is, Szándó Márián, aztán a színház volt díszlettervezője, Epaminonda Tiotiu, akkor ő tervezte a Rút kiskacsát, van egy nagyon régi előadásunk, a 80-as évekből még Walner Günther tervezte, ő sajnos már nincs közöttünk, de nagyon szép, egyszerű bábuk, itt látható mellettem, és akkor a hátunk mögött bukaresti tervezőknek a munkái láthatók a Pinokióban. Azt mondom, hogy most attól érdekes az egész, hogy nagyon sok díszlettervezőt gyűjtött össze, mindegyik előadásnak más a tervezője, és ezáltal látszik, hogy különböző, nem csak különböző rendezői koncepciók vonulnak fel, hanem különböző díszlettervezői stílusok is. Nagyon fontos szerepe van a bábszínházi előadások létrehozásában a bábkészítő mesternek. De én azt hiszem, hogy a színész is hozzáadja a sajátját. Te mit szoktál átadni, belevinni a bábokba? Hát, hogy egy bábból életre keljen, az egy nagy gond. Tudnék, a bábok elkészülnek a rajzok alapján a műhelyben, akkor kézbe kapod, és akkor harmonizál a lelked, a hangod, a ritmusod a szöveghez,
a dramaturgiai funkcióhoz kell harmonizálni. Akkor sikerül a bábúnak megszólalnia jól, amikor ez a háromszög, nézem a bábút a szememmel, a bábú nézi a közönséget, ez a háromszög tökéletessé válik. Ez nagyon hasonlít a vers megzenésítéshez. A versből akkor lesz dal, amikor a zene alkalmazkodik a vershez. A bából akkor lesz jó bábú, amikor a színészteremtő alkalmazkodik a bábúhoz, és nem fordítva. Ez egy nagyon fontos alkotási háromszög. Na, ez sikerül, vagy nem sikerül. A harmadik, a közönség, tulajdonképpen mindent eldönt, hogy milyen a kultúrája, milyen az igénye, mit jelent neki ez a nagyon borzasztóan szimbolikus üzenet a bábú, neki mit jelent. Befogadja, nem fogadja be. Belemegy a játékba, vagy nem megy bele a játékba. Én abban bízom, hogy minden gyermek jó közönség lehet, ha minden bábú jól szólal hozzá, és minden színész jól viszonyul a bábúhoz. Itt van egy név mellettünk, azt mondja, hogy Wallner Günther. Wallner Günther, ő egy szerdahelyi születésű szász ember volt, most halt meg Németországban egy fél éve. Ő készítette a bábokat, aki tökéletesen beszélt magyarul, és tökéletesen ismerte mind az orosz, mind a magyar, mind a német szobrászművészetet és színházat. Nagyon későn jutott labdába, hogy végül is egy előadásnak a látványtervét, a bábokat ő készítse el. Kirendezte ezt a felújítást. Miért felújítás? Mert ez egy 50-es évekbeli mese, amit 1986-87 körül rendezett Ballos Zoltán, színész kollégánk, mesterünk, aki szinte nincsen köztük. Miért újítottuk fel ezt a nagyon régi előadást? A társulat akarta, mert mindenki játszik benne, rengeteg karakter szerep van benne, jó humora van, ízig-vérig, manuális, az ujjaink begyén pergő szereplők és humorok. Tehát itt jutunk el a válaszhoz. Igen. Történelmet, politikumot átvészelő igazi kinetika, igazi bábmozgatás, bábjátszás. Amikor a zene, a szöveg, a dramaturgia egyesül, összefor, ez a jó előadás. Ezért ragaszkodtunk, hogy ezt újítsuk fel. Vannak fiatalabb új kollégáink is, ugye, jó szerephez juthattak, átforrósodott, összeolvadt megint a társulat. Mikor érzi jól magát egy társulat? Amikor vannak sikerélményei és vannak jó bemutatói. Itt mellettünk van egy nagyon jó előadásnak, nagyon jó bábóit láthatjuk. Egy előadás sajnos megszűnt. Orbán János Dénes bubocskáról van szó. Akkora erőfeszítés, akkora szellemi és anyagi munka egy előadás. De a drága közönség, a pedagógusok sem tudják. Akkora érték egy 40 éve játszott darab, mekkora érték, amikor tartását, erkölcsi tartását, szándékát meg tudja őrizni és tovább tudja vinni. Nagy érték. Ezért az előadás egy nagy kár. Isten tudja, hogy ki fogja megint ezt előszedni. Ahogy mondta a Vásárhelyi Géza szeretett költőnk, ma jönnek százszor szép új zsenik. Hát jöjjenek!